A színészet egy hivatás, és ezért a színészek és színésznők hajlandóak gyakran teljesen átlényegülni egy szerep kedvéért. Van, aki nem csak viselkedésében, hanem megjelenésében is komoly és maradandó változtatásokat eszközöl. A mai videóban olyan színészeket mutatok be nektek, akik egy szerep kedvéért valódi áldozatot hoztak. Én nem az a srác vagyok, és tartsatok velem! Robert Pattinson az alkonyat filmek után igyekezett minél jobban eltávolodni a Steve Tipro vámpír szereptől. Olyannyira, hogy olyan kisebb filmekben vállalt főszerepet, mint például a Jólét. Nem hallottál róla? Nos, az nem véletlen. Pattinson azonban 2 hónapig tonhal konzerven élt a szerep kedvéért. Valósággal átlényegült az ápolatlan Connie szerepére, mivel egy lepukkant harlemi lakásba költözött, és még ruhát is igen ritkán cserélt a filmre való felkészülése közben. Ez ám az elhivatottság. A Kill Bill Tarantino 2 részes bosszú eposza. A főszereplő Uma Thurman pedig azzal készült a bosszú szomjas Beatrix megformálására, hogy 6 hónapos intenzív harcművészeti képzés alá vetette magát. A hét 5 napján dolgozott, 8 órán keresztül. Azonban Tarantino később arra is rákényszerítette az elszánt színésznőt, hogy vegyen részt egy veszélyes kaszkadőr mutatványban, aminek komoly baleset lett a vége. A színésznő ugyanis összetört egy autót a felvétel kedvéért. Nem számít újdonságnak, hogy Christian Bale valódi átalakuló művész. Ha kell, rengeteg izmot pakol magára, míg máskor meghízik. A Gépész című pszichotriller kedvéért például nagyon durván lefogyott. Konkrétan csontsövány volt, és orvosai is aggódtak érte a durva böjtölés miatt. Figyelmeztették, hogy ennek nem lesz jó vége. Bale a forgatás előtti időszakban csak fekete kávét, halkonzervet és egyetlen almát evett meg minden nap, 4 hónapon keresztül. Ezzel pedig 27 kilót fogyott. A vicces az egészben pedig az, hogy Bale ezután rekordidőn belül kipattintotta magát Batman szerepére. Az ő példája remekül mutatja, hogy bármi lehetséges, csak akarni kell. Közhely, de igaz. Valószínűleg ti sem nagyon emlékeztek már a Tetovált lány című filmre. A svéd regényen alapuló történetből több változat is készült, Rooney Mara az amerikai verzióban játszotta a főszereplőt. A színésznő kicsit sem vette félváról a szerepet, ugyanis nem kevesebb, mint 12 piercinget rakatott be magának a szerep kedvéért. Pontosan oda és olyanokat, mint amilyen az általa megformált karakternek volt. És a legdurvább az egészben, hogy mindezt úgy tette, hogy ekkoriban még a füle sem volt kiukasztva. Ezen felül levágatta a haját, motorozni és gördeszkázni tanult, és még egy harcművészeti tréningen is részt vett a tökéletes átalakulás érdekében. Leonardo DiCaprio napjaink egyik legjobb színésze. Azon kevesek közé tartozik, akinek az utóbbi 1,5 évtizedben nagyjából nem is volt rossz filmje. A 2015-ben debütáló A Visszatérőért pedig Oscar-díjjal jutalmazták. Leo tényleg mindent beleadott a szerepbe, amire úgy készült fel, hogy maga is kiköltözött a vadonba. Tényleg nomád életet élt hónapokig, és állítólag egy állat tetemében aludt, hogy ne fagyjon meg a kegyetlen vadonban. Ráadásul még nyers húst is evett a tökéletes átlényegülés érdekében. A siker természetesen nem maradt el, de azt csak Leo tudja megmondani, hogy megérte-e mindez a szerep kedvéért. Heath Ledger tragikus történetének egy külön videót szenteltem korábban, azonban egy ilyen listáról nem hagyhatom le a fiatalon elhunyt színészt. Ledger a Christopher Nolan rendezte Sötét lovakban alakította a bűnbohóc hercegét, Jokert, félelmetes hitelességgel. Ehhez azonban szörnyű áldozatot hozott. Egy londoni hotelszobába vonult a külvilág elől, ahol egy naplót írt, és a napjai azzal teltek, hogy nevetéseket és különböző hanghordozásokat gyakorolt Joker szerepe kedvéért. 6 héten keresztül csinálta mindezt, eközben komoly álmatlanság gyötörte, a karakter lassan rátelepedett a valódi életére is, a színész fizikailag és mentálisan is rossz állapotba került. Ledger végül a fájdalomcsillapítók és altatók kombinációja miatti mérgezésben hunyt el, hónapokkal a Sötét lovak bemutatója előtt. Sajnos nem tudta kielvezni a film óriási sikerét, ami jó részt neki volt köszönhető. Alakításáért posztumusz Oscar-díjjal jutalmazták. Ők voltak tehát azok a színészek és színésznők, akik hihetetlen áldozatot hoztak egy szerep kedvéért. Én személy szerint úgy gondolom, hogy közülük talán Heath Ledger hozta a legnagyobb áldozatot, hiszen lényegében az életét adta Joker szerepéért. Ezzel pedig örökre beírta magát a legendás alakítást nyújtó színészek közé. És bár fiatalon elment, nevére még hosszú évtizedeken keresztül is emlékezni fognak a filmrajongók. Végezetül pedig kíváncsi lennék rá, hogy nektek melyik a kedvenc filmetek ettől a 6 színésztől. Írjátok meg lent a kommentek között. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapass egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem.
Instán, Fészen, TikTokon, Twitteren, mindenhol tudtok követni, a linkek lent vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, hisz tudjátok jól. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!